Na, foglaljatok helyet és dolgozzunk, mert hogy még sok az érdekes. Van-e valami kérdésetek? Tényleg bármi lehet a témával kapcsolatban lehetőleg, de más is lehet esetleg. Majd arról is beszélünk. Parancsolj! H1N4 hogyha egy picit megvilágítanád. Hát ez egy nagyon proletár képlet. Miért proletár képlet? Volt nemrégen pár évvel ezelőtt a H1N5, most van a H1N4, most teljesen mindegy már ilyen szempontból. Ez egy proletár képlet, egy ilyen nagyon egyszerű négybetűs valami kód, amit besújkolnak az emberek fejébe, és utána iszonyatos mennyiségű oltóanyagot eladnak. Ez egy kurva nagy üzlet, bocsánat a szóért. Ez egy akkora nagy üzlet, gyerekek. Hát ezt képzeld el, hát, hogy 2000 forint oltásonként. Na most a föld lakosságának legalább a felét be akarják kapásból oltani. Hát ez igen sok pénz, nagyon sok milliárd ez, nagyon-nagyon sok. Na most, hogy miből áll ez az egész? Ugye miről szól ez a történet? Figyelj! Miből áll egy ilyen oltóanyag? Beletenyésztenek egy tojásba, ami egy fél deci, de a fehérjéje, hát az nincs annyi talán, de hát mit tudom én, hát mennyi lehet, 300 vagy 30 milliliter lehet. Tehát 30 milliliter fehérjébe, élő fehérjébe belenyomnak egy injekciós tűvel egy kis vírust, az ott abban elkezd szaporodni abba a tojásba, mert a vírus az már csak ilyen, hogy magából szaporodni nem tud, de segítséggel tud. Na most erre, amikor ebbe elterjesztették, megfőzik félig meddig a tojást, megölik ezt a vírusanyagot a tojásban, és azt a levest, ami ebből keletkezett, azt lesterilizálják, azt az oltóanyag. Mert hogy az van, hogy megölik, azzal szétmegy a vírus darabokra, igen ám, de antitesteket azért képez, hogyha az emberbe beoltják. Például ilyen volt annak idején a nagy felfedezés, amikor a fekete himlőre felfedezték az oltóanyagot. Arra jöttek rá, hogy a tehenész lányok nem haltak meg fekete himlőbe. Mindenki meghalt, de akik a tisztálóba dolgoztak, azok mind megmaradtak. Igen, mert ezeknek az állatokkal, tehenekkel foglalkozó állatgondozóknak már egyszer legalább volt tehéninfluenzájuk, vagy hülyeséget beszélek, tehénhimlőjük, ami csak egy-két pár izét csinált, kis himlőhelyet, de nem ölte meg a delikvenst. Viszont azok, akik átestek ezen a himlőfertőzésen, azok már nem kapták meg a fekete himlőt. És így találták ki a himlőoltást. Tehát, hogy rájöttek arra, hogy oltsuk be mindenkit rózsahimlővel, az kicsit kellemetlen lesz, de senki nem fog meghalni a fekete himlőben. Olyan járványok voltak, olyankor az egész bőröd ilyen fekete volt már, és ilyen sebb volt az egész bőröd mindenhol. Tehát kiütés hátán úgy nézett ki, nagyon durván nézett ki, hogy élő hús volt mindenhol. Szóval nagyon durva volt, és őrült fájdalmak között meghaltak az áldozatok. És akinek volt, hát volt egy-két kiütése, de azt simán túlélte, azt jó van. És ezért le tudták győzni a nagy himlőjárványt. Vagy például a Fleming, aki egy trehány volt, ott hagyta a laborba a trutymós tenyésztő edényeit, ugye? Mert mit tudom én, valami nő után szaladgált vagy akármicsoda, és akkor erre föl bement, mit tudom én, 3 nap múlva a laborba, és azt látta, hogy bizonyos tenyésztő edényekbe az ő általa tenyésztett baktériumokat egyszerűen kiszorította valami. Tehát ilyen penészgomba kiszorította. Pillanatok alatt eltenyésztett, paf! És akkor rájött, hogy ez a penicillin gomba, és akkor ez egyfajta gomba, penészgomba. És akkor ez a penészgomba úgy megölte a baktériumokat, mint a húzat. Tehát egyszerűen beléjük nőtt, vagy mit tudom, ezek megölte őket, kész, a baktériumok mind elhullottak. Na, akkor így elkezdtek ugye tudni védekezni a baktériumok ellen. A vírusok ellen nem. Tehát van a Tamiflu, meg egy pár ilyen vírusellenes gyógyszer, de tényleg csak pár, szóval így meg tudom számolni. A vírusellenes gyógyszerek nem túl sokan vannak. Tessék? Jó,
Tamiflu az jó is. De nem túl sok vírus ellenes gyógyszerünk van, és vannak olyan vírusos betegségek, ami garantált a 3 nap alatt sírba tesz. Pillanatokat meghasz tőle. Szóval olyan durva, vagy még hamarabb. Nagyon durvák vannak, és vagy vannak olyan vírusbetegségek, mint ez a húsevő baktérium volt, ami egy vírus volt, csak egy torokban élő, mindig, majdnem mindenkinek a torkában ott élő baktériummal kombinálódva egy nagyon veszélyes jelenséget váltott ki, mert attól kezdve a húsodat megette ez a baktérium. Addig nem bántott téged, de akkor neki esett, és ette a húsodat. Tehát élve megevett a baktérium. Kész. Fölzabált téged. Nagyon durva volt. És ugye ez is olyan Afrikából érkezett betegség volt. Én nem vagyok róla meggyőződve, hogy nem biológiai fegyver. Nem vagyok róla meggyőződve. Mi van ott? Itt van az AIDS vírus. HIV vírus, igen. Mert olyan hátra nézve olyan AIDS vírus kinézése volt neki. A lényeg, hogy ha megnézed, ez egy ikozaéderben van benne, tehát egy kristály szerkezet alakja van. Tehát ez igazából valahol a kristályok és az élőanyag határán van. Mert az a nagy kérdés, hogy mi az, ami él. Ma a tudomány az élet határát valahova a vírusokhoz teszi, mert a vírusok azok ki tudnak kristályosodni, igazából kiszáradhat, és akár 1000 évig elmaradhat kiszáradva, és ahogy megint bekerül egy gazda szervezetbe, mondjuk por és belieged a port, vagy akármicsoda, mondjuk egyiptológus vagy, és porolod az akármit, nagy lelkesen, mert találtál valamit, és nagyon lelkesen porolod. Igen, de akit oda eltemettek, az valami nagyon durva vírusos betegségbe halt meg, és a vírus már 5000 éve ott várja, hogy te kezdjél porolni. És akkor te örömödbe ott porolsz, mert igen, egy dolog munkál az agyadban, megvan, szóval semmi más nem munkál. Igen, megvan, és akkor utána pár nap múlva, vagy esetleg fölülsz a repülőre, ugye mész haza, látogatóba, össze-vissza csókolod az egész családodat, rokonságot, boldog akkor, hogy már nem voltál otthon 3 napja, 3 hónapja, akármicsoda, most hazajöttél, gyerekeidet, feleségedet, ugye azzal is jó nagyot dugsz, és így tovább csókolozol, minden megvan, aztán visszamész Egyiptomba, és ott szépen meghalsz egyszer csak hirtelen, valami lappangási idő lezajlik, a vírus azt mondja, na, itt vagyok. És akkor ettől kezdve neked annyi. És te pillanatok alatt eldobod a pacskert, és akkor otthon az asszony is, a repülőn, akikkel együtt utaztál, mert mondjuk ez egy cseppfertőzéssel terjed, most mondjuk. Ami nem túl gyakori, de az influenza már ilyen. Ugye, az cseppfertőzése prüszkössz egyet, millió és millió apró kis vízcseppecskét, nyálcseppecskét prüszkössz ki, hogy fölveszed ilyen oldalfénybe, erős oldalfénybe fölveszed, nem hiszed, de 3 méterre lehet látni egy ilyen nagy felhőt, ahogy prüszkössz egyet, ilyen 3 méterre egy ilyen nagy kilövelés, és így kilövel a szádon. Tényleg láttam ilyen felvételeket, hogy egy prüszkölésből mi jön ki, egész durva. Tessék, parancsolj! 240 és 300 km/h sebességgel. Bizony. Egy igen nagy sebességgel tör ki a szádon, és akkor szépen az egész levegőben mindenhol terjengenek ezek a vírusok a kis cseppecskékben, nedves a környezet. A következő ott áll, messzire, hát ott prüszkött a villamos végébe, hát, és akkor száll, a húzat viszi, beszívja, amikor levegőt vesz, szia, már el is kaptad. Tehát, hogy ez a veszély. A cseppfertőzéssel terjedő bajok, azok nagyon durvák, azok nagyon gyorsan terjedő ragályt tudnak csinálni. És az embereknek a jelentős része olyan, mint a 2 éves. Mint a 2 éves. Tehát hiába mondod, hogy vegyél szájmaszkot, vagy milyen szájmaszkot, és nem. És inkább meghal. És amikor már fél ország kihalt körülötte, akkor már fölveszi, de akkor már késő. Tehát itt van a probléma, hogy akár a vírusgazdák, akár az emberek, hát mint a 2 éves. Azért most már, talán látod most már néha híradóba, hogy ez a röfi influenza terjed, és akkor már ilyen
maszkokban rohangálnak Japánban, meg mit tudom én. Tehát ott azért már, hogy mondjam, az ész egy kicsit magasabb szinten van. Tehát ez nem más, mint egy rongy, egy szűrő, amit a szád elé teszel. Akár varhatsz te magad rongyból egy ilyen szűrőt, de nehogy azt, hogy neked drága pénzekért kell venni a fenét. Rossz inkből csinálsz magadnak. Két réteget összeraksz, csinálsz rá egy kötőizét, az jó van. És ahol nagy közösségben mozogsz, veszélyes helyen, ilyen járvány van, akkor vedd föl. Ennyi. De hát nem olyan drágán lehet venni, és parancsolj, valamit akarták kérdezni. A metrón is van, persze, de nem az a bolond, aki fölveszi, hanem az, aki nem. Tehát ott kezdődik, amikor járvány van, akkor az emberek jelentős része teljesen komolytalan, nem tudok más mondani. Ugyanez van mondjuk a szexuális kapcsolatoknál is. Tehát ami egész durva felelőtlenség van. Tessék? Te neked is volt már? Nekem is volt. Szóval az a helyzet, hogy az a helyzet, hogy felelőtlenek vagyunk, és hát a jelenlévők azok persze mindig kivételek, ti felelősek vagytok mindenért. Ja, fordítva se jó. Mert ha azt mondom, hogy felelőtlen vagy, az nem jó. De azt mondom, hogy felelős vagy, az se jó. Te mindenért ti vagytok a felelősek, nem? Na ugye. Tehát az influenza egészen fantasztikus, meg a többi vírusok is egészen fantasztikus átmeneti állapotban lévő valamik, csak RNS-e van, nem DNS-e van a vírusnak, már hallottam már rádióban, meg tévében is, ilyen szőkenők magyaráztak ilyeneket, hogy a vírusnak a DNS-e, mondom, persze kisanyám. Majd a Billy belóg a kezed, persze. Mert hogy a vírusnak annak nincs DNS, annak RNS-e van, csak hát ugye ő mindig a DNS-t hallotta, úgy gondolta, hogy ide is jó, hát ide nem jó speciál. Mert a baktériumoknak van DNS-e, mert azok tudnak kiszaporodni, sőt, a baktériumok annyira intelligensek, hogy védőoltást adnak egymásnak. Nem hülyeskedek. Nem hülyeskedek. A japánok fedezték föl, hogy a baktériumok beoltják egymást. Tehát a különféle ilyen antibiotikumok meg ilyenek ellen beoltják egymást. Oda megy a másik baktériumhoz, egy ilyen hegyes csáppal itt belebök az oldalába, és lehet látni, hogy egy ilyen gumó megy át, láttam a felvétel sorozatot, hogy egy ilyen gumó megy át a másik baciba, egy ilyen gombóc így megy át azon a csövön, és utána megy a következőhöz, és az is elmegy, ahogy beoltotta, kis idő múlva az is elindul, és az is mindenkit beolt. Ettől kezdve ugye ez a rezisztencia faktor, vagy R-faktor megjelenése, hát se az R, se az faktor nem jelent a számunkra igazán semmit, tehát az ellenálló képesség, ez azt jelenti, hogy a baktériumok ezzel a védőoltással ellenálló képessé válnak a mi gyógyszereinkre. Ez nagy baj, mert ugye az volt, hogy feltaláltuk a penicillin, meg a streptomicin, meg a rengeteg micin, de egy nagy baj, vagy a tetránt, ne is beszéljek róla, amit nekünk szívlapáttal letettek be, emlékeztek? Hogy ilyen bazi nagy tablettákba kaptuk a tetránt, aztán most, és akkor azt mondják, hogy együnk hozzá egy kis aludtejet, vagy tudom, joghurtot, jó van. Ez majd akkor helyre jön a bélflóránk, a rossz sebet jön helyre, hát a beledben legalább 60 féle, különféle baktérium él. Hát ugyan kiló baktérium talán van a beledben, egy kiló. Három kiló. Három kiló, hát. Én mindent jól tudok, ha megint meg mindent jobban. A lényeg az, hogy igen sok. Igen sok, tehát kilószám van benned baktérium, ha kivonnánk a szarból az összes baktériumot, akkor igen sok baktérium lenne belőle. Ami bennünk él, szimbiózis, úgy hívják, együttélés. Szimbiózisban él bennünk a baktérium, és ez jó, hogy így van, mert különben nem bontaná el nekünk a kaját, mert segít elbontani a bennünk lévő ennivalót, lebontani a vegyületeket, az élelmiszernek a vegyületeit lebontja, emészthető kisebb darabokra, és akkor már föl tudjuk szívni. Így néz ki egy ilyen baktérium belülről. Az a össze-vissza izé, ami ott a közepében van, az igazából az a DNS benne. Van neki egy ilyen kapszulája, az a háza, akkor van benne egy ilyen takonyszerű trutymó, az a citoplazma,
mert ez egy ilyen zselé-szerű anyag a citoplazma, amit azért mondta, hégtakony, mert úgy néz ki igazából tisztára a citoplazma, és hát ha kilukasztod, akkor így kifolyik belőle. Ilyen kocsonyás anyag. És vannak benne még mindenféle ilyen plazmidó, meg mindenféle ribosomák, meg mindenféléket raknak bele, de az a lényeg, hogy a természet rakott bele, nem kívülről teszik bele, és ez a baktérium roppant komplikált világ, tehát sokkal komplikáltabb, mint amit mi hiszünk róla. Tehát nekünk van egy elképzelésünk erről, de még ipari tanulók sem lehetünk, hogy mi is van egy ilyen baktériumban, milyen élet, vagy egy vírusban, vagy még egy fénykvantumban. Tehát az a borzasztó furcsa, amit mondok, hogy fénykvantumban élet, ne hülyeskedjünk, hát az fizika annak. Mi közel? Bizony, tudnék, azok a fénylények. Az összes ezoterikus úgy képzeli, hogy egy nagy fénylő bácsi az a fénylény, vagy nagy fénylő néni. Nem kérlek szépen, a fénylények azok a fénykvantumok, azok fénylények, és azok is lények, mert gondolkodnak, és egészen hihetetlen módon emlékeznek, tehát van memóriájuk, gondolkodnak, sőt, okosak. Hát ez már kicsit, hogy mondjam, húzós, mert hát, hogyha te ilyen materialista iskolák anyatején nőttél föl, hát ebben a pillanatban eldobod a kaszát kapát, de majd hosszas tanulmányok után rá fogsz jönni, hogy a Gyuri igazat mond, de ahhoz még kell 20 év. Tehát ahhoz még 20 év kell, hogy erre rájöjjél, hogy igaz. Mert én a Pétertől például rendszeresen kapok naponta leveleket, ez az én lapomon van, ezek a fénnyel kapcsolatos képletek a fizikában, és azért mondta az úr, sok képlet és lőn fény. Ezt egy ilyen fizika lapon találtam, valami egyetemnek a lapján találtam, ahol minden ilyen... Megtetszett is, azt kiraktam. Tehát, és lönfény. Persze rettentő komplikált elképzeléseink vannak, de ezek is csak hogy mondjam, még a közelébe sincsenek a fénynek, a fény nem is elektromágneses és hullám. Tehát már alapvetően rossz fele kaparászunk, úgyhogy ahhoz még egy csomó idő kell, hogy ezt majd megértse az emberiség. De amikor megérti, akkor rájön, hogy bizony ez a fény okos gondolkodik, arról nem is beszélünk, a térkvantumok milyen okosak. Mert azok a hierarchiában egyen följebb vannak, mint a fénykvantumok, a térkvantumok, és a térkvantumok az a szent lélek. Hát azok milyen okosak? El nem hinnéd, hogy mit tud az. Az gyakorlatilag olyan sokat tud, hogyha 1000 életed lenne, sem tudnál annyit, olyan sokat tud. Mindenről mindent tud, ez szóval nagyon okos. Nem csak lexikális tudást tud, hanem érzelmei vannak, gondolatai vannak, de még azt is tud, az is egyfajta tudás. Tehát a szerelem is tudás, nem azt értem, hogy jól tud dugni, én ezt értettem alatta, de a szerelem is egyfajta tudás. Tehát az érzelmek is egyfajta tudás. Azt is meg kell tanítani a gyereket, tehát azt hiszed, hogy ha úgy neveled föl, mint egy majmot a ketrezbe, akkor lesznek érzelmei, nem lesznek. Nem. Sírni talán tud, ha seggbe rugod, vagy mit tudom én, de vagy megvered, de igazából érzelmei nem az az érzem, hogy valakinek folynak a könnyei. És ez a borzasztó nagy probléma ezzel, hogy az emberiség még ezelőtt néhány évvel, nekünk még nagyon nyomták annak idején a pavlovi reflexet, emlékszel, csak a kutyába betettek a gyomrába egy szondát, és akkor a kutyának adtak enni, meg csengettek, meg megint adtak enni, meg csengettek, és akkor a végén már csak csengettek, akkor is folyt a nyála. Vagy a gyomorsava. Hát mostan, jaj, de baromi nagy felfedezés, hogy mit tudom, én mutogatom neked a jó kajákat képen, vagy beszélek róla, amikor éhes vagy, akkor megindul a gyomorsava. Tehát ez így is érzed, nem kell ehhez semmilyen nagy szondákat ledugni a gyomrodba, vagy lukat vágni az oldaladba, azt bedugni egy gumicsövet a gyomrodba, mert a kutyával ezt csinálták. Na, és ez volt a baromi nagy felfedezés, ezt úgy mutatták a biológia könyvekben, mint valami isteni kinyilatkoztatást, a pavlovi reflex, ezt úgy tanultuk. A gyerekek, ez olyan vékony, mint a mackó sajtban a brummogás. Szóval ez nem jó semmire. Tehát
Nem, azt hiszem, nincs itt az a majom filmünk, az én gépemben már megvan, megszereztem azt a filmet, amin az a majom tudod leszedni a számokat, majd legközelebb elhozom nektek, eldobjátok az adatokat. Ja, a majomnak így fölvillantanak számokat a képernyőn, 10 darab számon. Láttad? Ugye, néztük már? Azt így szeri le a majom. Igen, 3-at nem tudtam leszedni az anyu szintjét. Tényszer próbáltad akkor is. Hogy egy minden rontottad. Kész. Tehát, hogy a majom meg kiváltam, hogy összette mindig. Szóval úgy is mondhatnám, úgy leégetett minket. Megalázottad. Embereket megalázza a majom. Egy csimpáz úgy megaláz, hogy őt még nem látták. Megaláz, mert 3-at nem tudsz leszedni. Aztán mindig kiváltam leszedni, és nem, de számok, azok számok, tehát megismeri a számokat, ismeri, olvasni tud, drágám. Hát leolvassa a képernyőn a számot, és oda nyúl. Tehát 1, 2, 3, 4 össze-vissza vannak a képernyőn számok, csak utána egy picit így fölvillantják, aztán fehér lap eltakarja. És akkor én nyúlkál oda, sorrendben a számokhoz, így leszedi minden 10-et, azt vár, hogy na mi lesz. Na jól, akkor következő, fölteszi neki a gép, elveszi. És így leszedi. Nagyon-nagyon jól néz ki az a felvétel. De úgy látszik, hogy a majomnak az indulatai azért voltak, mert egy ilyen plexilap van a majom előtt, meg a képernyő. Csak így aládugja a mancsát a plexinek, de lehet látni, hogy egy plexilap van előtte bizonyára, amikor egyszer elrontja, hogy benyomta a képernyőt. Dolor bevágott egyet neki, hogy rohadék, bum, szétverte. Hát nagyon tud ütni egy ilyen csimpánz, vagy azért szétszett a monitort egyből. Most ez van, hogy most mi azt képzeljük magunkról, hogy milyen felsőbbrendűek vagyunk. Hát úgy megalázta a majom az embert, hogy hát esetettél 3-nál többet, 4-nél többet, én sem. Nem, hát, bár ne olyan gyorsan, ahogy a majom, hát arról ne is beszéljünk, hogy időben is, hát az olyan gyorsan lekapta, pár másodperc alatt lekapta a 10 számot, nem téveszt. És össze-vissza mindig másképp jelentek meg, és nem tévesztett a piszonyt, hanem leszett. Na most az állatok tehát nem hülyék, mert itt azt képzelik ugye, hogy hát a majmok azok csak ilyen ösztönlények is. De apukám, hát olvas ez a szemét, hát jobban olvas a rohadék nálam. Ott döntem, hogy a hülye majom jobban olvas, gyorsabb nálam. Hát hogy van ez a nagy felsőbbrendű embernél? Na most én még az emberek között is, hát azért az átlagtól egy hangyányival följebb teszem magam, mert azért az gyorsabban gondolkodok. Na, és sokkal nagyobb az átlagos tudásom is, ezt én tudom. Nem képzelem be magam, hogy én okos lennék csak, vagy én lennék a főokos, csak hát mondjuk az átlagot ismerem, tudva tudom azt, hogy hát nem túlzottan sok minden érdekli a trágyagyártáson kívül. Tehát, hogy nem igen. Az emberek jelentős része ül, bámul a tévét, iszik, zabál, kész, nem csinál mást. Bemegy a munkahelyre, beveri mindig ugyanazt a szöget, azt jó van, el van intézve. Na jó, tehát persze vannak, akik nem ilyen, hanem okosak, meg mit tudom én, vannak, de hát az azért a társadalomnak 1%-a sincsen, a 98-99%-a meg ilyen, mit tud ilyen betanított munkára bele tanítani, vagy kapálni, vagy minden. Az is nagyon fontos munka, én nem azt mondom, hogy ez nem fontos, de hát ahhoz olyan túl sok kész nem kell. Hogy megismerem, hogy ez a kukorica, ez a gyom. Szóval ez... Na most, ezt mondjuk úgy 5 perc alatt biztos meg tudod tanulni, és akkor utána tudod csinálni. Hát ez mekkora iskola kell, hát nem, sem ekkora. Tehát itt van ez, hogy nagyon sok mindenben előbbre jutottunk, de azért nagyon sok mindenben még vékonyak vagyunk. Ilyen a telekommunikációt, nem véletlenül mondtam, hogy majd nyitunk ilyen iskolát, ahol telekommunikációt lehet tanulni, sőt, nem csak tanulni, hanem tárgymozgatás, meg ilyeneket is meg lehet tanulni. Tárgyak uralását. De lesz azért érdekes benne, és most jött egy olyan úriember, aki ezt nagyon, nyelveket is egy nagyon érdekes módszerre tanít, és hihetetlen, nem kell semmit tanulni. Csak lefekszel és kész. Tehát semmit nem kell tanulni, de nem hipnopédia. Nézel egy kis képernyőt, látod rendesen a izéket, iszonyatos gyorsan peregnek előtted a szavak, meg a képek, és hallod, és minden iszonyatos gyorsan, és ilyen gyorsan megtanulod őket. Hát ez benne a fantasztikus. Hogy te a tudatod alkalmas, csak te nem tudod, hogy alkalmas. És akkor csinált egy olyan feedbacket ez az úriember, egy visszacsatolást, amivel a gép automatikusan szabályozza, hogy már nem érted, most már még én érted, tehát szabályozgatja,
És ezért nem csinálja túl gyorsan, csak annyira, amennyire te fogadóképes vagy. És ahogy fogadóképes vagy, abban a pillanatban elkezdi nyomni neked a süket, az olajtót, és mit tudom én, napi 500 szót megtanulsz, amikor így 10-et se tudsz. Tehát azért ez ott van. Ez nyelvtanulásnál, és mondjuk nyelvvizsgára meg mindenre. Garantáltan megtanulod. Az már ott van azért. Az már ott van. Tehát nagyon sokan a különféle önsajnálati drámáikban nem tudnak megtanulni nyelveket. Mindig ugye azt hallom, hogy hát nekem nem adatott meg. Mondom, mi? Kell egy szótár, tessék. Meg van adatva. Nyelvkönyv, tessék. Meg akar tanulni, tessék. Hozz vissza egy hónap múlva. Itt van. Hát én arra nem érek rá, akkor mire nem érsz rá? Hát itt vakarozzol egész nap. De hát én fáradt vagyok. Szóval mindent kitalál, a lényeg az, hogy csak ne kell megtanulni. Hát. Na jó, van, mondom, te nem akarsz megtanulni, azt akarod mondani, az más. Hát akkor adj a könyvet, szia. Hát most én nem kezdem el sajnálni, én olyan vagyok, mint az a rossz pszichológus, aki egyébként jó, a Csernus, aki egy jó pszichológus persze, de nem kezd vele sajnálni a beteggel, hanem elküldi a náthásba, amikor látja, hogy ott drámázik az önsajnálatában. Most figyelj, mit fested itt magad? Hát ez az, ne fesd itt magad, haver. Hát ezt csináltad, és akkor most itt fested magad. Ne fesd magad, tessék ezt megoldani. És meg lehet oldani. A problémákat úgy meg lehet oldani, én nem tudom, hát aki a környezetemben volt, azt talán látott, aki régen ismer, pláne aki velem dolgozott, meg amikor pláne kicsit még fiatalabb voltam és lendületesebb, akkor arra még talán emlékeznek az régi barátaim, hogy milyen tempóban csináltunk meg dolgokat. És többen elkezdték ezt a drámát, és úgy elsodortam a lendületemmel, így kész. És nagyon élvezték, hogy milyen jó megy nekem is. Hát mondom, persze, hát. Mert hát ez a lényeg, hogy kell egy karizmatikus vezető, az rettentő fontos. Tehát ha valamit fejleszteni, csinálni akarsz, akkor kell egy karizmatikus vezető. Ha nincs az a karizmatikus vezető, mint a vezérigazgató az első Pakson, aki egy karizmatikus pali volt, vagy a Bazmeg Józsi, vagy Jancsi, ugye? Aki mindig Bazmeg volt, de jó vezető volt. Tehát ez, ha nincs egy ilyen karizmatikus vezető, akkor nem megy semmi. Akkor mindenki jól áldozik, nem tudja, mit kell csinálni. De hogyha jó a szervezet feje, na jó, de mit csinált a vezérigazgató, amit meséltél, fölvett a pufajkát, és lement a lakatos műhelybe. Érted? Lement a lakatos műhelybe, és így tudta, hogy igen, mit reszelsz. Ja, ott elromlott az annak az alkatrésze. Akkor tudta, hogy mi romlott el, akkor megkérdezte, hogy miért romlott ez el. Aztán megkérdezte az osztályvezetőt, és mi lett? Az osztályvezetőnek lila finge nem volt róla, mert az éppen a mariskával volt inkább elfoglalva, mint a munkájával. És akkor botrány lett. De egyszer is, akkor megkapta az útilaput a cipőjére, kész. Annyi. Ez egy jó vezető volt. De akkor látták a többiek is, hú, itt nem lehet lógni, mert a lógok, akkor engem úgy dobnak ki, hogy a lábam nem éri a földet. Na, akkor elkezdtek dolgozni. És nehogy azt gondolt, hogy az rossz. Csináltatok már életetekben olyan munkát, amit örömmel csináltatok? Milyen faszam volt? Hát milyen volt? Nem? Az milyen jó volt, amikor nem kellett, nem sínylőttéte, dehogy is, örömmel csináltad, még ha fárasztó volt is, az eredmény is. Leültél, megnézted, majd de szép lett, nagyon jó, megcsináltam, kész. Boldogak voltatok. Mindegy, hogy az a függönyt vartál, vagy rántottát fűztél, most tök mindegy. Amikor kész van valami, és jó, és látod, hogy mindenki örül neki, akkor az jó. Ez nagyon lényeges. Tehát ezt kell megtanulni. De nem a siránkozást kell ellesni, most egy olyan siránkozós egy hülye világban. Na én sodrom elfele. De ezeket a siránkozókat úgy elsodrom, hogy már nem is tudom, érted, már hatodik határba járok még mindig ott hátam mögött, 2 kilométerre siránkozik. Mert én elsodrom. De milyen érdekes, ahogy fölgyorsult, boldog lesz. Tehát kihozom ebből a hülye siránkozásból, mert nem jó az senkinek, neki se, a környezetének se. Ez a hogy hívták a síró igazgatót, ugye?
Pityeri, ugye azon. Mert ha valami probléma volt, akkor elsírta magát. Ez volt a vezérigazgató Paksa. Hát most képzeld el, hogy egy ekkora nagy, 4000 embert mozgató rendszerben a vezérigazgató a legkisebb általa megtudott problémára hullanak a könnyei. Hát az nem normális, tudod, az a baj van. Ez a jó után meg nagy kontraszt is volt ráadásul, mert volt egy ilyen nagy sodrású káder, és akkor lett helyette egy ilyen Pityeri. Persze, mindjárt meg lett a Bece neve, hogy Pityeri. És nem azt jelenti, hogy nem lehetnek egy férfinek érzelmei, na de hogyha minden nap, olyan, mint az amerikai filmekben, ezek a dél-amerikai filmekben, ezek a műanyagból csinált könnyek ráragazgatják a színésznők arcára, minden snit végén ott van egy nő, akinek így folyik a könnye, akkor én azt mondom, hogy jaj, ez már gics. Szóval tényleg, amikor a harmadik snit végén sír egy nő, akkor azt mondom, na gyerekek, most már ebből nekem elég. Most már beszéljünk inkább a hüvelygombáról. Szóval tényleg, hát ez valami elképesztő rossz tud lenni. Biztos voltatok már, láttatok már ilyet, úgyhogy nem kell ezt befesteni. Na, tehát... Föltetted a szótárakat? 510 szótárnál tartunk a magyar szótárakban, a szótárbrigád. Úgyhogy ebben a szótárbrigádban olyan 6-7-en dolgoztak, de csak általában egy-két szótárig jutottak. Egyedül a Nyárfádi Gabi meg én jutottunk el ilyen sokra, és lett kész ez a szótárrendszer, és 510 magyar szótár, 250-nél több nyelvre szótár. Na, hát már az internet habzik, ahogy szokták, hát ezt én már jól ismerem, ha fölteszek valamit, akkor elindul az élet. Ugye? Hát én aztán már a hülyék hülyéje vagyok, az nem baj, az nem baj, ez engem nem zavar, tudod mi zavar? Ha nem történik semmi, az zavar. Na most én kitettem 510 szótárt, és akkor azt mondták, hogy mindenki csinálhat szótárakat. Igen, te is csinálhattál volna kisapám, csak szartál a munkádra, pedig nyelvész vagy. És egyet se csináltál egész életedben. Most Körösi Csoma Sándor megcsinált egy darab tibeti szótárt, igaz 25 000 szó volt benne, de itt van 100 000-es is. Tehát akkor mi az, hogy? 2-3 000 szótárak, egy csomó nyelvre van, a nagy része ilyen 2-3 000-es, de vannak 25-30 000-es, sőt, még vannak ilyen 100 000-es, már nem fért bele a régi XML-be nem fért bele, mert 64 000 rubrika van benne, és nem tudtam megcsinálni azt a szótárat vele, és akkor átmentem másik gépre, és ott csináltam meg az újabb fajta XML-en, mert azon már többet is lehet vele, 128 000-et is lehet beletenni, és 108 000 volt a szó, és akkor az már akkor belefért. Tehát ilyenek vannak, tessék? Tehát ebben azért vannak érdekesek, vers, ujgur, ujgur magyar, magyar ujgur, meg érdekes, tehát kanti, mansi. Ez majdnem minden nap kell. Jó, de ha valaki, igen, csak ha valaki azt mondja, hogy őt érdekli ez a távol-keleti rokonság, akkor eljátszogathat vele, ez semmire nem kötelezett. Magyar ABC-ben van, magyar vagy latin betűvel, tehát egyáltalán nem kell semmilyen írást megtanulnod hozzá, meg tudom én. Egyedül a kínai meg a japán szótárba tettem kanjikat bele, hogy kanjival is oda van írva, azzal az ákombákomos kínai betűvel. Tessék! Igen. Én úgy emlékszem, hogy a Mansikhoz megjelent. Elment a Mansikhoz. És mondta, hogy soha még miniszterelnök, a köztársasági elnök őket nem látogatta meg. Igen. Tehát jó, azért azzal tudjad, hogy a Göncz Árpád ugye író. Igen. És azért, és író, és hát ugye ő fordította le a... Mi? A Gyűrűk urát, úgy van, ő fordította le a Gyűrűk urát. És annak ellenére, hogy a köztársasági elnök. Tehát ő író, és több író is volt, ugye vedd észre, hogy abban az időben senkiben a nép már nem bízott, mert az összes politikus gengszter volt, már senkiben a nép meg nem bízott, és akkor a cseheknél is egy író lett mi az újság a szerelemmel? Havel? Václav? Havel? Mi a szerelem, Havel? Tehát az a lényeg, hogy a
A Václav Havel volt, az is egy író volt. És akkor abban megbíztak, mert hogy már olyan sok volt az árulás, hogy az embereknek már tele volt a hócipője vele, és akkor egy olyan köztársasági elnököt próbáltak mindenhová, írók lettek azok a szereplők, nagyon sok helyen bekerültek, a Csurka István, meg a mit tudom, tehát egy csomó olyan bekerült, vagy a politikába, akik addig nem. Volt, akinek a szemét is kiverték ezért, de mondjuk Erdélyben, de ennek ellenére sok író került be a politikába. Mert ezek még relatív becsületesek voltak. Tudnélik, megmondom, mi van. Ha van 20-30 köteted, de ha csak 5 köteted van, az 2500 oldal, vagy mit tudom, 2000 oldal, amit elolvastak az emberek, és akkor ebből már azért látszik a te lelki világod, mert ennyi oldalon keresztül hazudni roppan nehéz. Tehát látszik a te belső indulatod, hogy milyen könyvet írsz, abból látszik. És ebből ezért bíztak meg bennük az emberek, mert hogy ezek az írók, ezeket ismerték. És lehet, hogy mit tudom, a Moldova így, vagy a Moldova úgy, de azért akit a mozdony füste megcsapott, azért az ott volt. Tehát igen, az ott volt. Szóval azért elolvastad, akkor az érdekes volt. Mert hogy akkor nagyon rendeltek ilyen munkásparaszt izéket, regényeket, meg dolgokat, de hát azért volt egy pár, amiben a TS Metro volt, mi is volt, az várjatok, de jó volt, olyan jókat rögtem rajta. Volt egy ilyen bolondos, ilyen humoros könyv valakinek, már nem... Beszélő disznó. Amiben a TS Metrót fúrtak, a TS elnöknek a lakása volt az egyik megálló, akkor a pártitkár volt a más. Mi? Nem kabari jelent volt, ez egy regény, meg is van nekem otthon. Igen, ez egy regény, csak nem tudom, én nem tudom a címét, se a szerzőjét, de nagyon jó kis. Azért abban volt az, hogy a titkárnőjét mindig felszólította, hogy emerencia egy laza fröccsöt. Szóval ez volt benne az egyik motto. És a titkárnőjének mindig szólt, és mindig benyomott egy fröccsöt, ugye, de hát gondolhatod, hogy egész nap részeg volt. És ezek döntöttek, és mondták meg a frankot, és minden. Na tehát, visszatérve, rengeteg sok nyelvre sikerült szótárat csinálnunk, tehát ha valaki nyelvkutat, akkor innen teljesen ingyen az internetről letöltheti. Rámész arra, hogy www.hunok.hu. Ezt meg fogjátok találni, www.hunok.hu. Hát mi vagyunk a hunok, úgyhogy ugye az itt ülőknek a jelentős része aláírta, hogy ő hun. És még nincs vége, szóval ne, hogy azt higgyétek, hogy vége van. Most húzzák az időt, de ahogy bedőlnek, abban a pillanatban már meg is fog a dolog történni. Leszünk hunok. És lehet, hogy lesz művelődés, járunk mindjárt. Mert hogy jár hivatalból, már régen járt volna, mert hogy megvolt az OMFB szerint, OMFB, de hülyeséget mondok, OVB, az Országos Választási Bizottság, mert olyan is volt, hogy OMFV, meg van is, az az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság. Én dolgoztam OMFV projekten, vezető voltam egyszer egy 3 éves projektbe, és meg is csináltuk, át is adtuk. Hát akkor fedeztük fel a gravitációs hullámokat, tehát azért nem ment a pénz kárba, a pocsékba ment. Tehát... Jó van, megint van, leesett. Jó van, most várom a nézőközönséget. Tehát annyi a történet, hogy nagyon sok érdekes dolgot találtunk, és ezek a földönkívüli dolgok, amit mutattam, ezek korrekt földönkívüliek voltak fényképen. Itt láttad, ez egy földönkívüli nő volt. Egyáltalán soha senki így nem temetett, és így tovább. De mondok valami érdekeset. Találtak ilyen, ugyanilyen nőt a Földön is, képzeld el. Ugyanilyen vasbigyókkal, ugyanilyen felszereléssel, tehát ugyanaz a kultúra volt, ugyanaz a civilizáció, és ugyanúgy egy kriptában találtak egy ugyanilyen nőt. Sőt, a franciák találtak olyat, benne is volt, én láttam, az francia újságban megjelent a kép, láttam, csak akkor még nem volt olyan, hogy lefényképezem, akkor még nagyon nehéz volt egy képet megszerezni. De az újság a kezembe volt, nézegettem, ha a telefonom olyan lett volna, akkor tényleg is lőhettem volna a képet. De mi volt a lényeg benne? Hogy volt benne egy olyan 110 centis kis figura,
és volt benne egy 2,5 méteres figura a sírba. Na jó, hát ilyen sírba lehetnek, nagy növésű, igen. Csak egy farmer volt rajta. Nem hülyeséget mondok, nem farmer, orkán. Tehát egy olyan anyag volt, mint nekünk az orkánunk volt, és nem rohadt meg ez alatt a 3-4 ezer év alatt, hanem még rajta volt a halotton ez a múmián, ez az orkánszerű nadrág. Ez egy űrhajós nadrág, vagy fene tudja mi lehetett, műanyag, szál, szövetszerű, mint nekünk az orkán volt, de ez ilyen vízhatlan, léghatlan, mit tudom, milyen hatlan volt. De a lényeg az, hogy valami űrhajós gatyának nézett ki úgy ránézésre, és láttam, hogy és megtalálták, és akkor ott a kérdéseket tették föl, ugye, hogy na jó, de ki csinálta ezt az orkán nadrágot ezelőtt 5000 évvel, vagy 3000 évvel, most ki a fene csinál ilyet, ugye ez a kérdés. Nem földi eredetű volt, látszott, és hát egy halott, az halott. Eltemették a gatyájába, hát nem húzzák le a gatyáját azért, mert meghalt. Mi? Hogy nem kell neki? Tehát mink is ruhástól temetjük el a halottainkat, nem mesztelenül. Voltak ugyan ilyenek, de ezeket inkább lealázták. Hogy azért, hogy jó, még jobban megalázzák. Más nem mondja Jézust, ugye? Tehát, hogy megalázzák, hogy ruhátlanul volt egyébként. A lepelben is ruhátlanul volt, a torinoi lepelben, ott sem ruha, nem, még bugyi sem volt rajta, szóval látszik rajta, és beleégett a lepelbe, igen ám, csak hogy nagyon érdekes, nem festékanyag. Tehát nem az van, hogy valaki ráfestett, hanem maga a szál színeződött el. És hát azt mondanád, hogy jó, valaki fogott és vagy ecsetet is ráfestette, rosszabb a helyzet ennél sokkal. Két szempontból rosszabb. A kép negatív. Na most, hogyha még festettél te negatív portrét valakiről, olyat, mint negatív film, akkor azt mondom, hogy hú, te nagyon ott vagy. Haver, te nagyon ott vagy. Nem ilyen hájkit, hogy ilyen fekete-fehér foltokat, ilyet én is tudok csinálni. Nem. Hanem fesd meg úgy, hogy árnyalt legyen. Jó, hát ez még egy dolog. Na jó, de még úgy fesd meg, hogy háromdimenziós szobor jöjjön ki, amikor én számítógéppel feldolgozom. És képzeld el, hogy a torinói lepel képére rászabadítod a háromdimenziós programot, akkor a világosság jelet magasság jelét tudom alakítani, és nem fogod elhinni, hogy egy szobor van benne. Ájjáj! Negatívba és szobor. Tehát egy hologramszerű valami van benne. Igen, de azt mondták, hogy a lepel nem is olyan öreg, nem is a régi, mert ezért már mindent mondtak rá. Hát ahogy hozzáfűzöm, hogy többnyire ezek más egyházhoz tartozó tudósok voltak, és igyekeztek jól lefikázni, amennyire csak lehet. Ez alapvető. Tehát mindent, ami nekünk szent, az neki nem szakrális. Szóval azt azért hozzá kell tenni, hogy azért ez így van. És Néda megtalálta, de ügyes vagy. Itt van a háromdimenziós képről az egyik világosabb jobb. Ez. Ott látszik, hogy ez egy dombormű, látod? Na de ez egy lepedő. Az a nagyon fekete ott a szélén, amit látsz, az megégett, mert egy franciaországi kolostorban egy ilyen ezüst dobozba volt benne, ahol nagy tűz volt, és az egyik barát kimentette a forró doboz, már füstölt a doboz, és megégett, ahogy össze volt hajtogatva, ez egy lepedő, egy ilyen körülbelül 4 méter hosszú lepedő, és azt csinálták, hogy letették, ráfektették a főnököt, és aztán így ráhajtották a lábára. És ez így beleégett. Előről, hátulról benne van, tehát a hátsó része is megvan. Az ujjai látszanak a képen, ahogy keresztbe teszi a kezét, meg minden. Ujjai látszanak rajta. Sőt, ez nem olyan jó ez a kép, de sikerült kidolgozni nagyon jó programmal, hogy el lehetett olvasni a szemérem. Aha. A szemérem az nem itt van, hanem itt. Egy érmet tettek a szemére, azért, hogyha meghalt, hogy ne nyíljon fel a szemére, hogy ne nézzen Ryan Kancsalul a hívőkre, vagy a izékre, akik kondolálnak ugye a sírjánál, vagy akik sajnálni jönnek, hát azok ne nézzen Ryan kigúvat szemekkel, mert az marha rondán néz ki, félelmetes, ijesztő, mint ha nézne, de nem néz, csak mindenki ott izél. Hát azért rátettek, leszoktuk csukni, fölkötjük az állát a halottnak, és leszoktuk a szemét egy nehezékkel, egy pénzérmével,
leszoktuk terhelni, hogy úgy dermedjen meg, és amikor megdermed, akkor már nem nyílik ki neki, utána már leveheted róla, de amikor beáll a hullamerevség, csak akkor. És akkor ez az érem, az megmutatta, hogy mikor ez pont abban a két évben volt, amikor a Jézus meghalt. Tehát pont amikor a dátum volt, a meghalásának a dátuma, pont arra időre esett ez a pénzérme, akkor volt, az a dátum volt az egyik pénzérmén leolvashatóan, amikor ő meghalt. Természetesen római időszámításban, és nem pedig a mi mostani időszámításunkban, mert ugyan mi Krisztus előtt, Krisztus után egy darabig a materializmusban idő előtt, meg idő után, ez volt időszámítás előtt és időszámítás után volt, csak hogy ki szerint volt az időszámítás, azt nekünk nem akarták megmondani. Mert ugye aztán ugye nyugaton meg mindenhol Back Christi, meg BC a nyugati angol jelölésekben, a szokásos tudományos jelölésekben, a Back Christi az Krisztus, és AD az Anno Domini, tehát a születése utáni idő, tehát ez egy ilyen, és vedd már észre, hogy ő maga a jelen, a nulla, hát ő a jelen, tehát vedd már észre, hogy ez ebben is egy időrendszer lapul, van benne egy idő, van benne egy jövő, meg van benne egy múlt, tehát egészen fantasztikus. Tehát így válik ketté az időszámításunk maga. Minek a számítása ez? Az időnek. Hát az a neve, hogy időszámítás, hát akkor nem időről van szó, szóval ne hülyeskedjetek már. Ez tényleg. És nem szoktak rajta elgondolkodni. Komolyan, időjárás. Hát miről? Mi jár? Az idő jár. Az idő mozgásáról van szó, amikor időjárás van. Ezeken nem szó, időjárás. Csak mondogatják, de nem gondolkoznak erről, hogy mi nevezzük ezt időjárásnak. Azért, mert ez az időnek a járása, vagyis hogy mozgása. Az idő különféle flikflakokat ad elő, és ebben a flikflakban fúj a szél, mit tudom én, esik az eső, mindenféle történik, vagy villámlik. Na hát így ilyen fantasztikus, hogy a Péter megtalálta a gépen ezt a Jézusnak kidolgozott szobrát, ez egy háromdimenziós kép. Kicsit, hogy mondjam, halványan látszik, lehetne ezt még, hogy mondjam, látványosabbra is kidolgozni, de a lényeg az, hogy tényleg háromdimenziós, azért ezen látszik. Háromdimenziós, és ez a lényege, hogy háromdimenziót festeni meg senki nem festett eddig, mostanáig se. A hologramok már háromdimenziósak, de azt sem festették. Festett hologram, bár nem mondok igazat, láttam már, hogy körzővel karcolva csinált valaki hologramot. Körzővel karcolva. Tudod, a körzőnek nem csak cerkahegyet lehet tenni, hanem tűt is. Mondjuk ilyen távolságméréshez, térképen akármi. És a körzővel karcolgatott ilyen íveket egy lemezre, és utána, ahogy forgatta, megjelent három dimenzióban egy kockának a képe. És ahogy forgatta, úgy változott. A pofám leszakadt. És tényleg működik. Körzővel karcolgatott hologramot is láttam már. Majd egyszer előkeresem azt a filmet, megmutatom neked, hogy csinálja a Pali, és majd mutatja a fenébe. Tehát a rajztechnikánk hol van? Nem jöttünk erre rá, nagyon régen rá kellett vőni, és rájött valaki, és ott mutatja, hogy ez hogy működik. Nagyon szép a dolog, tehát azt jelenti, hogy ez egy nagyon régi. Várhatóan ez valóban Jézusnak a halotti leple, mert mondták, hogy nem abból az időből származik meg minden. Igen ám, csak mi ezzel a baj? Az a baj, hogy a C14-es vizsgálat fényérzékeny. Nagyon. Tehát minden anyag, amit majd C14-re viszek, csak sötétbe tartja meg az idő intervallumát, a pontos időt, hogy mikortól van sötétbe, és ha egyszer is kiviszem a napra, pláne ott hagyom órákig, akkor már elváltozik az időpont, és nem lesz jó a kor meghatározásom. Ezt senki nem tudja. Ezt én, amikor Kijevben voltam, a Kijevben volt egy, a Banyicában volt egy kutatás, az a kórházott, volt egy kutatás, amikor az volt, hogy ilyen, úgy határozták meg rákos sejteket, úgy határoztak meg, hogy mennyire szaporodtak, hogy
a DNS meg lehetett számolni. Tehát, hogy hány darab van darabra. Azt úgy csinálták, hogy egy beta szintillátort adtak a DNS-hez, ez beépült a DNS-nél a szaporodásnál, ez egy beta sugárzó anyag volt, és amikor utána ezt a DNS-t kivonták a sejtekből, elölték a sejteket, kivonták csak a DNS-t belőle, ott maradt a szűrőn a DNS-t, lemosták, meg volt a folyamat, és utána beletették egy mérőkébe, és azt nagyon pontosan meghatározták egy sugárzás mérővel, hogy mennyire sugárzik. Tudik, mennél több DNS szaporodott, annál nagyobb volt a sugárzás darabra. Ugye, mert darabra számított, hogy tessék parancsolni. Én láttam erről egy filmet, a gyógyanyagot, hogy próbálták meghatározni. Gyakorlatilag elégettek belőle egy darabot, és a hamu alapján azonosítottak. Ez nem olyan volt, itt biológiailag nem égették el. A gyolcsot, hogy nem így állapították? Ja, a gyolcsot sokféleképpen próbálták, és rosszabbnál rosszabb módszereket használtak, igen. Tudnék, azt akarták, hogy ne legyen jó. Tehát hozzá kell tenni, hogy látszólag legyen jó, de valójában nehogy jó legyen, mert akik ezt fölmérték, megcsinálták, azok azt akarták, hogy ez még véletlenül se legyen jó. Értitek, miről van szó? Most ezt a leplet minden évben kitették a napfényre, bemutatták a hívőknek, sütötte a nap, vagy nem, hát kitették, kiterítették ott egy asztalra, és mindenki megnézhette ezt a Jézusnak ezt a leplét. Na most, ez a lényeg, hogy azzal, hogyha én kiteszem a napra, azzal én megemelem a rádióaktivitását. Az a nagyon érdekes, hogyha fényel besugárzok egy rádióaktív anyagot, ami rádióaktív sugárzó anyag, erős fényel besugárzom, akkor akár százszorosára fölmehet a rádióaktivitása. Ezt én mértem. Hát 98-szorosára ment föl, de hát az már úgy mondom, hogy 100-szorosára. Na most mi volt az érdekes? Semmi nem volt, csak annyi, hogy oda tettem egy kicsit a napra, és utána mértem meg. 100-szoros erővel sugárzott. Viszont, ha én előtte oda tettem a napra, a másikat nem. És utána őt visszatettem megint az árnyékba, vagy a takarásba, és ott hagytam egy darabig, akkor mi történt? Az történt, hogy nem lett egyforma a kettőnek a sugárzása a két egyformából, mert két teljesen egyforma szintűt megmértem, akkor is az történt, hogy amit kitettem a napra, az egy olyan fél óra múlva már olyan kicsit sugárzott, sokkal kisebbet sugárzott, mint amit nem tettem ki a napra. Ez miért történik? Na, időfizikusok! Ugye mi van, hogy mi is történik a fénykvantumokkal? Elnyelődik a protonokban meg a neutronokban. Nem átalakul energiává, meg ezért nem, de elnyelődik benne a fénykvantumok. Ilyenkor nagyon kicsire összemennek a fénykvantumok, nagyon más a tér ott, és összemennek nagyon picire. Tehát ilyen hipermagas frekvenciájú hullámokat csinálnak. Egyébként ezt méréssel igazolták, éppen most találtam meg a Kladovnak a levelét tegnap. Ez a Kladó, ez a Pozsonyban annak az Atomkutató Intézetnek az egyik vezetője, vagy igazgatója, tudom én. És ide jött hozzá egy orosz pali, ott az írta éppen az, hogy mindennél magasabb frekvencia, nem is tudjuk lemérni, 10 az 50-en lehet körülbelül a frekvenciája. Tehát, hogy olyan baromi magas rezgés szám, hogy 10 az 50-en. Tehát iszonyatos marha nagy szám ez, ugye egy egyes után 50-0, hát az baromi nagy szám, olyan magas frekvencia. Az azt jelenti, hogy ennyit rezeg egy másodperc alatt, olyan magas rezeges fény, hát ez nagyon picike. Hát persze, mert az atom méretére össze kell neki csukodni még kisebbre, és bent az atom mag belsejébe, vagyis hogy a nukleonok belsejébe, a neutron belsejébe pattog ide-oda ez a parányi méretre összezsugorodott fénykvantum, de ahogy kijön, egyből így kinyílik, és akkor különböző frekvenciák a kisugárzásból elnyelődnek, mert az elektron keringések kiemelnek, ez az adszorpciós színkép, tehát elnyelődnek az elektronokban, vagy kiüti másfelé az elektron, most ezt nem tudom, ezeket a fénykvantumokat, a lényeg az, hogy ilyen elnyelési, meg kibocsátási színképek is megjelennek, mondjuk ez a kibocsátási színkép az ezeknek a lámpáknak a színképe. Ezek fényporral működnek,
van benne általában négyféle színű fénypor, ilyen piros, akkor van benne egy zöld, egy kék, meg egy lila. De van benne egy ilyen nagyon lila is, egy ilyen ultraibolya majdnem. És az ad egy ilyen napfényszerű, kicsit a napfényhez hasonló fényt. A nátrium gőzlámpák nem, ott a D1-D2 vonal jelenik meg nagyon durván, és azért van ilyen sárgás, narancssárgás fénye az utcai lámpáknak. Azt ismeritek, ezért van. Mert ott meg nátrium gőz van a lámpában, és a fényben a nátrium színe jelenik meg. A nátriumot beletartasz egy lángba, akkor meg sárgára megfesti a lángot, pont olyan színűre. És hogyha ezt mindenki otthon kipróbálhatja, hogy van, akinek van gáztűzhelye, hogy egy kicsit így egy csipet sóval megsózod a lángot. Így megsózod egy picit. Narancssárgás, sárgás színű fény fog benne megjelenni. Ha rezet teszel, akkor zöld, és így tovább. Tehát a bizonyos anyagoknak lila, zöld, stb. Lángfestése van. Ezt úgy mondják, hogy lángfestés, mint a megfesteni a lángot. Tehát lángszínezés. Ez azért van, mert a domináns színkép vonalai ebben a tartományban jelennek meg, mondjuk a rézés zöld. Ilyen nagyon szép fűzöld színű a rész, hogyha beletartasz ilyen, mit tudom én, egy ilyen rézdrótot, tudod, ilyen hálózati drótot, ami villanydrót, ami ilyen sokeres drót, ilyen rossz vacak drótot van, beletartasz a lángba, az meg zöldes elszíneződést fog csinálni, mert a réz olyat csinál. Bár az a réz, a vörös réz, az nem tiszta réz. Vagy a sárga réz, az meg még inkább nem tiszta réz. A vörös rézben is van ötvöző anyag, ez az, de mert hogy ilyen keményebb legyen, meg mit tudom én, csak azt is kicsit ötvözik, de a sárga réz az nagyon ötvözött. Az nagyon ötvözött, annak már komoly része, az, ha jól tudom, ón. Ja, mert már attól függ, hogy bronz, vagy réz, vagy sárga réz, mert, ilyen, mert az egyikben bronz, a másik, vagy ón van, a másikban meg cink, tehát ezekkel ötvözni szokták a rezet, és akkor megváltoznak a tulajdonságai, mondjuk is. Így néz ki egy színkép, ami hátam mögött van. Ez az izzótestnek a színképe. Az izzótest színképe az egy ilyen folyamatos szivárvány. És ez tovább nyúlik, tehát ez nem csak addig tart, hogy vöröstől ibolyáig, ez tovább is van, csak azt már nem látjuk. Tehát van az ultraibolyában is egy csomó még, amarra is egy csomó, meg emerre is, az infravörösben is egy csomó, csak azt már nem látjuk. De ott is van, csak nem látjuk, a szemünk nem. De például a kamera látja. Ha valaki szokott kamerázni, akkor szórakozzatok azzal, hogy nyomja meg előtte a kamera felvétel közben, a kamera előtt nyomja meg egy távirányítót. Nyomogass meg, mindegy melyik gombot. Látod, hogy így pislog a távirányító. Így csinál, amikor megnyomod, akkor elkezd így pislogni a távirányító. Lehet látni. A szemeddel nem látod, így nézed, nem látsz rajta semmit. És a kamera az meg látja. Na most, ha bizonyos szűrőket leveszel a kamerákról, akkor meg látom a nőknek, átlátok a ruháján. Én annélkül is átlátok, nem kell nekem ahhoz kamera, de hát ha tudnák. Ne, én ezt már megszoktam, az is olyan vagyok, mint a nőgyógyász, ezt már megszoktam. Olyan sokat dolgoztam is nőgyógyászaton, műtös is voltam, meg mindenféléket csinál, akasztott ember még nem voltam. Ebben az életemben, mert már voltam, csak ebben az életemben nem. Tehát ilyen. Így bontja fel a prizma a fényt. De valami nagyon fontosat észrevehetsz. Mi is az? Mit kell ezen nagyon fontosat észrevenni? Melyik kanyarodik el jobban? A nagyobb energiájúnak mondott kanyarodik el jobban? Vajon miért? Ugye ez a kérdés. Mert a mérete kisebb, bizony a kék fénykvantum hullámosszához egy kisebb fénykvantum átmérő is tartozik. Tudnik, ez egy időhurok, ami magát másolja, minden fénykvantum. És a nagyobb hurkot leíró az a vöröses, a kisebb hurkot leíró az meg a kék. És ezért az egyik szűrőn átmegy, a másikon nem megy. Tehát a kék átmegy a vörös szűrő jobban, mint fordítva. Mert a réseken. Tehát az a szórakoztunk, hogy ilyen különféle polarizátorokkal kísérleteztünk, és a polarizátorok általában ilyen
ilyen nagyon sötétkék. Tehát amikor nem látsz át rajta, a fény felé tartott sötétkék színt látsz rajta. Így átlátok, így meg sötétkék. Azért, mert a sötétkék, nagyon sötétkékes színű fény még átjön rajta. Az még átfér rajta, azért látom kéknek, mert az jött át. És az a nagyon érdekes, itt vannak a különféle optikai üvegeknek a törésmutatói, és a törésmutató az az, hogy mennyire kanyarodik el a prizmán. Tehát ha ebből az anyagból csinálom ilyen, a másik anyag olyan, tehát ha csinálok egy ilyen háromszögletű hasábot üvegből, akkor ez így megtöri a fényt is. Az a nagyon érdekes, hogy a kék színű fényt jobban megtöri. Ebből rengeteg dolog adódik, ezt nem gondolták végig jól. Tehát én most a kis hülye suszterinas vagyok, én nem értek hozzá, reszegetem a körben, hülyeséget beszélek. Persze, csak egy nagy probléma van, kérem, nagyon nagy probléma, ugye, hogy ez egy alapvető kérdés. Hogy a fény, nem a kék fénykvantum, nem nagyobb energiájú, csak nagyobb áthatoló képességű. Miért? Mondtuk, mert kisebb. A kisebb jobban befér. Minden lyukba, icipici kisegér, minden lyukba belefér. Ugye, a kisebb fénykvantum be tud menni jobban az atom rácsok között, az atomok között, az elektronok nem érnek össze, meg ilyenek, nincsenek, hanem bemegy az atomok között, és a nagy benga az meg nem fér be, az beakad a felszínen, vagy visszaverődik. De a kicsike az meg mélyre behatol. Ezért a röntgen, ami sokkal kisebb hullámhosszú, az átmegy rajtad. Vagy a gamma, átmegy rajtad. De az infravörös, az meg a bőrödnél megakad, az melegít. Ugye? Az nem tud olyan mélyre behatolni, mint a kék. A kék színű mélyebbre bemegy a testedbe. A ultraébb olyan még mélyebbre bemegy, ezért veszélyes. Mert ionizáló. Mert amikor ionizál, mit csinál? Gerjeszt atomokat, és ezek az atomok néha leválnak a francba, ledobják magukat. És lesz valami helyette. Na, ott kezdődik a baj, hogy belép helyette valami, ami nem oda való. Más anyag. És amikor másolódik a sejt, az az atomot marad, ami a DNS-ben eredetileg sose volt benne, és ezért a rádióaktív sugárzás ezért veszélyes. Mert a testet belülről is átjárja, mert ezek a gammasugarak úgy mennek át rajtad, mint ott se lennél. Itt puttyát megy rajtad, még rajtad is, meg még rajtad is, meg még rajtad is. Szóval így itt belőnék egy ilyen gammalézerrel, akkor a leghátsó sorban ülőt is még simán átlőné, mert ez úgy megy át rajtad, hogy te nagyon átlátszó vagy. Nek a röntgennek is valamennyire, de a gammának már nagyon átlátszó vagy. Na most ettől kezdve ugye ez nagyon ionizáló. És ezért a nagyon ionizáló miatt olyan, mintha égés olyanok keletkeznek rajtad, rengeteg szabad gyök szabadul fel, ami mindent leköt, ami a közelben van, és utána az ott marad. És ettől attól függ, hogy mi van a közelben éppen, attól függően baj van. Ugyanezért a deutérium is veszélyes az emberre. Ugyanezért veszélyes. Először is sugárzó. A deutérium az sugárzó. A deutérium az a normális hidrogénatom, ha meggondoljuk. Mert nem a hidrogénatom a normális atom, hanem a deutérium. Miért is? Hát mondjuk, ha megnézed, akkor a följebb lévő atomoknál 3 proton, 3 elektron, 3 neutron. A nitrogénnél ugye 7 proton, 7 neutron, 7 elektron. Az a nitrogén, a normális nitrogén, mert annak is vannak izotopjai. Akkor az oxigénnél 8, 8, 8. És így tovább. És ez aztán elkezd már elválni, egyre több neutron rakodik hozzá, majd a miérten el kell gondolkodni, hogy miért rakodik hozzá egyre több neutron. Tehát elkezd már nem annyi számú neutron lenni, hanem még kicsit mindig több és több lesz. A nagyon nagy rendszámú elemeknél, mint az uránium már, nagyon sok neutron adódik hozzá, már aminek nincs proton párja. Mert a neutron, de úgy is mondhatjuk, hogy minden neutronhoz tartozik egy proton. Egy darabig, de aztán már nem. A nem izotop elemeknek. De most az izotop elem miért nem normális elem? Azért, mert sugárzó. Hát, minden atom sugárzó valamilyen szinten, tehát ez szerint sem lehetne elválasztani. Tehát a Mendelejev táblázat sem igazán ott van. Érted? Ez egy rendszerezési eljárás. De ez nem azt jelenti, hogy jó, csak már megszoktuk.
Ugye? De az nem azt jelenti, hogy jó. És itt van az, hogy van például olyan több magyart is láttam, mást is láttam, ahol spirális a rendszerezési táblázat. És ez sokkal jobb volt. Itt is csinált közülünk is valaki ilyet, és másoknak is láttam ilyen táblázatát. Tehát, hogy spirálisan rakta föl az atomokat, és nem pedig ilyen oszlopokba. Ebben is vannak oszlopok, ugyanúgy, mert hogy ugye ez egymás alá esők, így is vannak sugárirányba. És milyen érdekes, hogy mindig a kiegészítő elem ott van szembe vele. Tehát olyan precízen kijön, hogy hajjaj, tehát jobb, mint a Mendelejev, mert ott ilyen nincs. Itt ezek az ötvözők, ezek a jó ötvözők ehhez. Valamiért. Pont, ami szembe van vele. És ez megvan táblázatban, úgyhogy mindegyik ott van benne, lehet rajta gondolkodni, hogy ez is. Mert hogyha ötvözni akarod, akkor azok a jó ötvözők. Persze, mert ami ebből hiányzik, abban épp megvan. Tehát ez a párja, úgy is mondhatjuk. Mindegyik atomnak van egy párja, ami hozzá való. Tehát nem valók egymáshoz, néha úgy is lehet mondani. Hát vágyik rá, nagyra vágyó asszony, vágyik rá, de amikor megkapja azt a nagyot, amire vágyik, ott hal meg. Tehát ez is ugyanolyan. Tehát nem való hozzá atomilag az egyik atom a másikhoz. Mert túl pozitív, túl negatív hozzá, stb. Mert akkor nagyon agresszív anyag keletkezik. Mondjuk ott van mondjuk a konyhasó, amit mindegyik kötük, és mert az nátrium-klorid. Az a nátriumna, de a nátrium is egy baromi agresszív anyag. Ha bedobod a vízbe, akkor elkezd futkározni a víztetején, és fölforra a víz. Nagyon agresszív anyag a nátrium. És most valami nátriumos tartályban valami idióta beöntött valami vizet, hogy kimossa, és megégtek vagy öten. Valami teljesen hülye ilyen, hülye gyerek. Hát ugye, a nátrium volt a tartály. Mi az a szarod? Beleborított a vizet, szétfröcskött az egész, fölrobbant az egész. Úgyhogy gőz fölrobbant szét, minden szétment. Tehát egy ilyen idióta volt, akire rábízták a munkát, a főnöke is idióta volt, mert nem képezte ki. Vagy úgy, ahogy minket a tűzvédelemre emlékeztek, ugye? Hogy aláíratták mindig velünk, hogy ugye elvégeztük. Aztán közben a szart végeztük el, soha nem volt egyetlen tűzvédelmi oktatásom életemben. Most van, mert a kedves feleségem az tűzvédelm is. Úgyhogy most ki vagyok oktatva. Na most ettől kezdve mindig kitámasztja a gáztűz helyett, hogy lusta kivárni, tudod? Láttad, ugye? Kitámasztja a gáztűz helyett, tudod? Lusta kivárni azt a 10 másodpercet, hogy fölmelegedjen a hőelem, és akkor oda tesz egy ilyen nyelet, ilyen szerszám nyelet, ilyen, és akkor valami fakalapásnak a nyele, bedugja. Igen ám, csak hogy az a hőelem azért van, tűzvédelmesnek ezt azért illene tudni, hogy a lángőr azért van, ugye az a kis pöcök az egy lángőr. Mert amikor fölmelegedett, már bent tartja a gombot, vagyis hogy azt a szelepet, és hogyha véletlenül egy húzat elfújja, egy hirtelen szélrom elfújja a gázt, akkor nem lesz gázömlés, mert ahogy kezd lehűlni az a pöcök, pikk, elzárja a gázt. Na de hogyha ki van támasztva, akkor nem zárja el, akkor jön a gáz, már kétszer kaptam így rajta, hogy én a lakás túlsó végében, fönt a toronyban, a francban, tudod, aki jár nálam, azt tudja, mondom, gázszag van, gyerekek, nagyon. Húha, nagyon gázszag van, megyek le, konyhába megy a gáz, asszony sehol, gondolom, hazajön, mi az első dolga, jaj, elaludt, meggyújtja. Tudod, mi van akkor? Bám, az egész ház repül szét. Ő is összeég, és mit tudom, hogy a tűzvédelm is. Na most mit mondjak? Tehát eltelt 20 év, és már nem is tűzvédelmes. Innen látszik. Tehát akkor még nem tett volna ilyet, de most már ő nem tűzvédelmes. És milyen érdekes, letette a lelkéből azt a tűzvédelmiséget. De úgy letette, hogy most már teljesen letette. Amennyire nem kellett volna letenni, mert azért azt ne támaszdod ki, vagy támaszd ki, de vedd ki 5 perc múlva, vagy mi. Megfordult, igen, igen. Tehát itt van egy nagyon érdekes táblázat, és már az időnk van, 10 óra van, de még egy nagyon érdekes táblázat van. Ez egy akadémikus által készített táblázat. Kémikus volt a Sajó bácsi, dr. Sajó Istvánnak hívták ezt az úriembert. Volt egyszer a lakásomon, még az Erdély Sanyi hozta el, és az volt benne az érdekes a dr. Sajó Istvánnak az anyagába. Imádtuk egymást a Sajó bácsival,
ugyanazokat mondta, amiket én, baromira be volt lelkesedve. Na most ő egy nagyon jó képzett kémikus volt, de tényleg nagyon jó képzett kémikus volt. Na ezért nem is vitte semmire. Aztán megvette, vitte ő mindenre, csak hát ugye, hát ott, hogy mondjam, neked az állam, meg az MTA nem annyira szerette. Akkor megvette az egész laboratóriumot, úgy, ahogy volt, hát szöröstő-böröstő, tovább dolgozott benne, és jól eladta, és még kurens termékeket tudott csinálni, olyan műszereket fejlesztett, amit nyugaton nem tudtak megcsinálni. De mi mondanám, hogy ilyen embereket mi direkt veszni hagyunk, nem is kicsit, hanem direkt. Direkt, szándékosan direkt hagyjuk veszni, nem mi, hanem azok, akik döntenek, azok az idióták. Azok lehet, hogy nem is olyan idióták. Lehet, hogy szándékos, ki van találva, fogjanak csak ezek minél jobban. Itt Magyarországon csak vesztes csaták vannak, ne egyétek meg ezeket a dolgokat, ne hagyjátok magat, a kedveteket eldepressziózni, ne hagyjátok. De röhögjél, tudod, a nevetségesség öl. Ha elkezdesz rajta rögnöd, ezt a hülyeséget akarod nekem beadni. Jó, hogy nagyon fog anyázni rád, de bírd ki. Csak mondd azt, hogy ezt. Nekem az a hülyeség, amit te mondasz. De ennyi. Hogy lehet ilyen hülyét kérdezni? Mondd, nem volt más a közelben. Tehát az az érdekes, hogy ő felfedezett, ez a titkos számít, ez a 051-09-99-06, és milyen érdekes, ugyanez van a részecskék sugárzási korrekció levágással korrigált energiájába, ugyanez van a részecskék tömege megaelektron voltban, ez az elektron speciál, ezek egybeesnek, milyen egybeesnek, miért esnek egybe, és milyen nagyon érdekes, ez a varázsszám, és aztán ez a varázsszám megjelenik itt mindenhol, ez az ME, ez a titkos ME, ez megjelenik, és megnézhetjük, akkor ott lesz lejjebb még egy kicsit, ott a proton, ugye itt a proton, abban is benne van meg mindenhol az ME, mint szorzó, ez az elektron, mint szorzó, az mindegyik részecskében benne van, mint szorzó, ezeket össze kell szorozni, és meg kell szorozni, nézd meg csak ide, milyen érdekes, a protonnál, pi az ötödik ennél. Tehát mindig egész számú kitevővel, vagy hogy mondjam, egész számok hatványával is, nem hatványával, hülyeséget mondok. A pi egész számú hatványaival, de van neki olyan törtértékű értelmes, de itt a pi hatványai vannak végig, tehát pi az ötödiken, hatodiken, hetediken, kilencediken, és ezeket a részecskéket ismerjük. És képzeld el, hogy ezzel a pivel megszorozva, egy egész számmal megszorozva mindig azokat a tartós részecskéket, ami sokáig tartós, egy egész számmal szorozva hattal, ugye itt az van, nézd meg a protonnál szorozva hattal, ott is a kerek hattal van megszorozva, szorozva a pi-nek az ötszöröse, az ötödik ennél, az 306,09, 1836,11 jön ki, mennyi ez, gyerekek? Mennyi? Mit tanultunk? Hogy a proton az elektron tömegének 1836-szorosával nem ez jön ki? A büdös francba. Képzeld el, kiszámolta az öreg. Ezt tanítják a Sorbonon, meg itt. A Műszaki Egyetemen nem tanítják. Várjál, ez megjelent az ózdi kohászati lapoknál, máshol nem engedték megjelentetni. A fizikai szemle nem hozta le. Értitek, hogy miről van szó? Tehát amikor valami nagy dolgot a magyarok felfedeznek, akkor benyomják a leghátsó sorba, annak is a legvégére. Jó van, kus legyen. Ennyi. Tehát erre figyeljetek, parancsolj. Később felfedezi valaki külföldi. Bizony, angol, bizony, 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 bizony. És azt mondják, hogy azt fedezte föl egy frászt, és ez egy bizonyíték. Elő kell olyankor venni az ózdi kohászati lapokat, innen vetted, haver. És ennyi. Ezért jó, hogy legalább ott megjelent. Tudod, írásba. Én köszönöm szépen a figyelmeteket, remélem, hogy jövő héten is jöttök, folytatjuk, jó? Köszönöm szépen.